Ez nagyon nagy lehetőség, és nagyon örülök, hogy ez megtörtént, és hát mindent el fogok követni, mint kormány megbízott, annak érdekében, hogy Csongrád megyei munkavállalók munkahelyeket tudjanak teremteni ennek a pénznek a segítségével. Mekkora összegről van szó? Ez országosan most 5 milliárd forintot jelent, ami az elmúlt évekhez képest úgy 2,5-szerese, mint az elmúlt évben volt erre a fordítható összeg, és egy nagyon fontos változás van ebbe a pályáztatási, ebbe a pályázati pénznek a odaítélésébe, hogy ez fejlesztésre, beruházásra, eszközvásárlásra, know-how vásárlásra vehetik igénybe a magyar kis, közép és mikrovállalkozások. Hát természetesen Csongrád megyéről beszélünk, az itteni vállalkozásaink, és hát ennek a fejlesztésnek köszönhetően kell nekik kötelezettséget vállalni munka erőfelvételére, és hát ez sokkal életszerűbb munkahelyteremtés, mint ha az állam közvetlenül mondjuk társadalombiztosítás vagy egyéb jogcímen biztosítaná a munkaerő felvételét különböző cégekhez. Tehát ez egy fejlesztésen alapuló életszerű munkahelyteremtési programnak az első lépése. Körülbelül egy harmaddal kevesebb adatot kell kitölteni, viszonylag gyors reagálást vállal a minisztérium, májusra döntéseket is hoznak, hogy kik nyerték meg ezeket a pályázatokat. Én mindenképpen megpróbálom elérni a regionális munkaügyi központ vezetőjétnél, dr. Nagy Ágnesnél, hogy a területi Csongrád megyén területén lévő kirendeltségeknél legyen egy-egy ember, aki kiképez arra, hogy tájékoztatást nyújtson és be is fogadjon pályázatokat, hogy minél gördülékenyebben tudjanak a Csongrád megyeiek pályázni és sikeres pályázatokat benyújtani. Meddig kell beadni a pályázatokat? Március 31-e határidő, úgyhogy nem olyan sok idő van, és nagyon fontos az, hogy mindenki információban legyen. A mai rendezvény is ezt a célt szolgálja. Mennyien jelentkeztek, lehet ezt már tudni? Én nem tudom, de nem fértek be a terembe, a rendelkezésre álló kapacitás, úgyhogy mi egy vásárhelyen is megismétlődik ez a rendezvény. Tehát Szegeden nagyon nagy az érdeklődés Csongrád megyében, igen. Mi lehet ennek az oka? Hát az a probléma, ami világviszonylagban minden probléma, a válság és egyéb problémák miatt, munkahelyek megőrzése, munkahelyek fejlesztése Európában és így Magyarországon is óriási probléma. Hát mi nagyon rossz helyen állunk egyébként statisztikailag Európában. Európával összehasonlítva is csak egyedül Máltának vannak rosszabb munkaerő adatai, mint Magyarországnak, tehát ezt mindenképpen meg kell változtatni. A kormányprogram is ugye 10 éven belül 1 millió munkahelyet remél és ígér, és én úgy gondolom, hogy ezt meg is fogjuk tudni valósítani, és ebbe a ciklusba 2014-ig ez 300 ezer új munkahelyet fog jelenteni. Tehát mindenképpen ez a kihívás, ez nagyon nagy, de egyébként nincs más út. Tehát munkahely, munka, fejlődés, ez az egyetlen kilábalás a válságból és az eladósodottságból.